Az MTK közösség épül ezzel. Nagyon örülök neki először is, és nagyon várom már, hogy mikor tudunk majd ide átköltözni, illetve itt szerintem egy teljesen új közeget is kell majd építenünk. Ugye nekünk oda át közel 100-an vagyunk, és azt nem valószínű, hogy ebbe az egy pályára rá tudjuk kényszeríteni, nem lesz annyi helyünk, tehát teljesen normális, hogy ott is meg kell tartanunk lábakat, és itt egy újabbat még kialakítani, illetve áthozni még csapatokat ide. Azt látom egyébként, hogy nagyon fontos szempont, főleg a szülőknél, de a gyerekeknél is, hogyha bejönnek, akkor milyen környezet fogadja őket. Az MTK közösség épül ezzel. Ugye teljesen szét vagyunk szórva a város különböző részeire, de most azt mondhatom, hogy a röplabda meg a RG ott van a közelünkben, de mindenki végzi a dolgát, és nagyon minimális a kapcsolat közöttünk, és szerintem ez arra is jó lesz, hogy jó pár szakosztály ugye egymás mellett dolgozik, és szerintem nagyobb élet is lesz.